Most is akarsz úgy valamit mondani a borítóról? Igen, azt, hogy szép. Azt, De hogy, azt hogy nagyon szép. És most nem igazán tudok belekötni, egy picit félrevezetett Nem lesz a... ideig mindig belekötöttél, és akkor arról lehetett beszélni. Most csak annyira mondani valód van, nem van, hogy ez egy szép borító. Nem, egy picit félrevezetett engem első látásra, mert pont úgy néz ki ez a bolygó a borítón, mint hogyha egy, egy Jupiter lenne, csak zölden. Igen, mert ott van benne ez a nagy vihar. De nem mondod, hogy nagy vörös volt, mert ez, ez nagy egy zöld vörös. volt. Hát igen. De no. ettől függetlenül ez egy nagyon szép borító, és cserébe nem, nem a valóságtól. Ez egy szép borító. Egy Úristen, egyetértünk valamiben. A lesz itt még több is, amiben egyetértünk. De a... akkor szerintem ragadjunk meg ezt a pillatot, és akkor vágjunk bele. Vágjunk bele. És akkor köszöntünk is mindenkit itt a Magellan Podcast hatodik adásában, ami egyben a trilógiánknak, az Endivir trilógiánknak a záró epizódja. Itt van velem szokás szerint Ordasi András, a Csillagász YouTube csatorna szerkesztője. Sziasztok! Én pedig szintén szokás szerint Barna Barnabás vagyok a Csillagvizsgáló blogról. És ahogy már fölvezettük, itt Andy Weir Hail Mary küldetés című idén megjelent regényéről fogunk diskurelni. Friss, ropogós. Friss, hát a, igazából aki nagy szkifi vagy legalábbis kedvelte Andy Weir első két könyvét, az már biztos elolvasta. És és ők, szerintem szaladjunk a dolgok elébe, ők egyet fognak velem érteni, hogy ez egyrészt a legjobb Andy Weir könyv, és szerintem az utóbbi évek egyik, ha nem a legjobb science fiction kötete. A legjobbnál egy kicsit megakadt a gondolkozásom. Nekem, én nem tudom eldönteni, hogy a Marsi vagy ez volt a jobb, mind a kettő zseniális. Kicsit más kategória a két és uh, mennyire íromán... jó, hogy más? Nagyon jó is, hogy más, csak éppen ezért én nem tudom eldönteni, hogy melyik a jobb. Nyilvánvalóan ez a frissebb élmény, és ez az, ami, ami most teljesen új volt, éppen ezért hajlok rá én is, hogy ezt egy picit jobban szeressem mm. most, de a hosszú évek próbáján nem biztos, hogy nálam ki fogja állni azt a próbát, hogy, hogy jobb, mint a Marsi. Én azt mondanám, hogy én, én oda teszem, mint a Marsit. Így. Na, jó, kicsit a... hátradőlős, objektívabb szemmel megnézve, én azt mondom, hogy ez egy ez egy zseniális alkotás, ami hasonlóan zseniális, mint a Marsi, és megpróbálom nem, nem egyiket okay, a másik. Oké, úgy is most arra vállalkozunk, hogy kicsit átdiskuráljuk a történetet, meg az egésznek a fizikáját, úgyhogy ez szerintem mind a kettőnknek, meg a közönségnek is jót fog tenni, hogy egy kicsit újraéljük az egészet, és akkor mondjuk három órával később pedig próbáljuk meg újra mérleget volni. Akkor talán már picivel objektívabban. Jó. Story. Story. Öh... H -h 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 -hogy, a, hogy is kezdődik Elfelejtettem, Jó. hogy hogy is kezdődik. Az amnéziával kezdődik, ugyanis Ryland Grace, főhősője a történetnek, ő, ő fölébred egy elég kellemetlen helyzetben, és nem igazán emlékszik semmire, még arra sem nagyon, hogy ő kicsoda. Ez persze rövid úton megváltozik amikor egyrészt rájön, hogy ez valószínűleg nem egy standard környezet, mert Transzor. nem akárhol. Égitzet, ez ez leginkább oké. egy ilyen orvosi szobára emlékeztet, két hullával a szobában, plusz a főhősünkkel. Akiből mindenféle orvosi zsinórok lógnak ki, infúzió és hasonlók. És az, az biztos, hogy komában volt egy ideig, az biztos, hogy nem emlékszik még a saját nevére de az, hogy ez a szoba, ez hol van, a föld alatt, vagy a föld felszínen, vagy na, isten távol a Földtől, ez bizony jó néhány oldal után kezd csak megvilágosodni. Egy kicsit a, a marsi kezdésre emlékeztet, ami szintén ilyen inmediás egyszer csak így ott vagyunk, és, és a szituáció jó néhány oldalon keresztül bontakozik. Igen, ez de, ez a fős, jó, jó ott, de a főhős a marsiban pontosan tudja, hogy hol van, mik a túlélési esélyei. Ez igaz. A készleteivel nagyjából tisztában van. Itt az olvasóval, az olvasó együtt fedezi fel a főhőssel a lehetőségeket, és úgy egyáltalán a konfliktust és a küldetést. És itt nekem van egy aprócska problémám, hogy aki megveszi a hélméri küldetést, az garantált, hogy már tudja az alapsztorit. Tehát azt, hogy ha máshol nem, fórumokról, vagy könyvajánlókból, vagy a könyv hátuljáról rögtön lejön az első fordulat, miszerint Ryland Grace egy űrhajón tartózkodik, amely űrhajó már messze maga mögött hagyta a naprendszert. És ez bizony nem egy szokványos szituáció ebben. Én nem tudom, hogy hogyan viselkednék, de Ryland Grace a a, az Andy Weertől elvált lazasággal fogadja. Ez az a... Andy Weir fő, ö, fő protagonista archeotípus a Ryland Grace. Tehát, hogy abszolút egyesíti uh, uh, Mike, uh, Mike Watney? Mark. Mark, bocsánat, Mark Watneynak a szaktudását és humorát, és Jazznek, az Artemis fősének a lazaságát és, és ahogy kommunikál más karakterekkel. Mert hogy itt lesz több karakter, viszont a sztori jelentős részében egyedül utazunk Ryland grace a hélmérő űrhajó fedelzetén, és akkor itt rögtön magyarázatot is kapunk a címre. Ugye a hélméri hajó név nem is véletlen, hiszen ez ténylegesen egy hélméri küldetés. Ez a hélméri hát ima, hát. ez, a, ez az amerikai slangben ez, a, ez az utolsó kétségbeesett próbálkozás. A, 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 last resort. Én, a... én, én tudod, hol hallottam először, a Hail Mary, a amerikai futballban, amikor az irányító annyira kétségbe esett helyzetben van, hogy végső kétségbeesésében csak előre vágja a labdát, aztán lesz, ami lesz, hát ha elkapja hát, ha valaki, valaki ott előtt. lesz, ahol kell. Na most ez a kétségbeesett próbálkozás, ez nem Ryland Grace próbálkozása, hanem az egész emberiségé. Az egész emberiségé ugyanis nyilván nem. valamilyen Okból kell elhagyni a, a, a földet, és jócskán kilépnie a komfortzónájából, ugyanis a földet veszély fenyegeti. Ez a veszély egy elsőként egy Petrova hullámhosszon megfigyelt fényjelenségként fénjelenség. mutatkozott, ami hát hamar kiderül, hogy ez bizony egy komoly probléma a föld számára. Ami, ami, tényleges nagyobb kihalásokkal fenyeget. És ezt viszont már nagyon szerettem, mert bár az első meglepetést, a könyv borítója, a leírás, minden e-spoilerezi, magyarán, hogy a Ryland Grace egy másik csillag körült, e, e, környezetében teljesít küldetés, viszont maga a probléma, a, a fő konfliktus, az viszont ténylegesen csak a könyvből derül ki mert hogy ez a Petrova sugárzás, ez a Petrova fényjelenség, ezt egy életforma bocsátja ki, nem egy civilizáció, hanem egy mikroszkópikus életforma, ami, később... ráadásul nem is itt a Földön fejlődött ki, hanem, 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 ahol ide, jutott. hanem ide jutott, hanem Főhősünk asztrofág névre kereszteli. Ez egy görögül a, a, csillag, csillag evőt jelenti, és itt má, már ötlet. nagyon szemléletes a névadás, Konkrétan ettől az astrofáktól hát, a napunk elkezd halványulni, és ez bizony komoly jégkorszakokat ö, vetít előre. És katasztrofát az emberiség szempontjából. Ténylegesen az astrofágot úgy kell elképzelni, mint egy űrfertőzés, mint egy gombafertőzés, ami ide jutott a mi bolygórendszerünkbe, és nem a napot kezdje lenni, szó szerint, egyszerűen csak a fényét orozza el előlünk. És így ennél fogva kevesebb fény jut el a földre, lecsökken a hőmérséklet, de első körben mondjuk ilyen emberi léptékben tenkre teszi teljesen a klimatikus viszonyokat. Ehhez persze az emberiségnek van néhány évtizede hozzászokni, nagyon de az kevés. nagyon kevés, Tehát hogy, a, a, a katastrofál... egy ilyen... A katasztrofális körülményeket így úgy hogy 15-20 éven belül, tehát tömeges uh, pusztulás várható és a civilizáció fölbomlása, ami nagyon-nagyon gyors é, arra, hogy ahhoz képest bármit is reagálhassanak rá a világ, világkormányi. Ugyanakkor, ha bár ez egy hatalmas probléma, viszont maga a maga ez a mikroszkopikus életforma egy lehetőséget is biztosít, és ez szerintem talán az egyik legszebb uh, momentuma az egész történetnek, hogy amellett, hogy egy problémát vett föl, maga a működése jelenti erre a problémára a megoldást. Ugyanis ez az asztrofág, ez ez hajtóműanyagként is használható a működéséből ja, kifolyó. Hiszen uh, maga is közel fénysebességgel képes közlekedni. Egy uh, gyakorlatilag azt kell elképzelni, hogy uh, Rakételven fotonokat lövöldöz ki magából az asztrofág, és hogyha kellően sok ilyen csillagevő kis mikroszkopikus lényt összegyűjtünk az űrhajónk üzemanyagtartályába, akkor ezeket föl lehet használni arra, hogy az űrhajónkat hajtsa meg. Igen, ám, csak ugye ez, ez, ez is egy nagyon szép az űrmissziók működéséről és annak a, a, a lehetőségeiről egy nagyon szép problémakör, hogy nagyon szép és jó, hogy ezt mi távolról megtaláljuk, de ugye ez az asztrofág, ez nem a Földön jelenik meg, hanem ez az életciklusát a Nap és a Vénusz között. Pontosan. Járva Tehát útját a, teszi meg. A napnál Zabál, napnál a Vénuszhoz pedig elmegy, szaporodni. osztódni, négen szaporodni. És a kettő közötti távolságot pedig közel fénysebességgel teszi meg. És érdekes, hogy lépésről lépésre az emberiség földeríti, hogy mit tud ez az első idegen létforma. Nekem nagyon tetszik az a rész is, amikor ugye elküldenek egy begyűjtő mm -hmm küldetést a Vénuszhoz, és, és visszatérnek valami nonsens felvételek, nem? Ja, nem, az első begyűjtött... A, az a első begyűjtött gondolsz. mintákra gondolok, hogy van belőle körülbelül egy maréknyit, ténylegesen darabszámra, egy és valami az, egy vagy kétgyűjtő szám, szám. Ja, azt szám, kell elosztani a világ kutatóintézetei között. És hogy főhősünk kijelölődik a az egyik kutató hmm. csoport élére, pontosabban ő, mint egy egyszemélyes kutatócsoport, először a a a vizsgálóbizottság, az egyik vizsgálóbizottság, és nagyon, nagyon tetszett maga az a az, a, az a... az is egy kicsit konfliktus volt, hogy hogyan gyűjt magának megfelelő mennyiségű, azt hiszem, szám szerint három darab asztrofága. Kettőt, és akkor abból csinál egy harmadikat. És kvázi így vágódik be ő ebbe a csúcs kutatói közösségbe, hogy ő deríti föl az asztrofágnak az életciklusát és szaporodását. Neki ugye a háttere ő valamilyen mikrobiológus, ö, aki kifejezetten a, 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 az evolúcióra és a Földön kívüli életnek... A, Volt, aki megmondta az egész tudományos közösséget, és elment ö, középiskolai tanárnak. Mi, Ami, hogyha miután megmondta... kicsit kiközösítették a, a, az elég Nem is nem alátámasztott elképzelés. Var... Ér a főszereplőnknek az a problémája a tudományos közeggel, hogy túlságosan vaskalaposak, túlságosan régi módiak, és neki ebből elege Ehhez képest a történet jelentős részében főhősünk Ryland Grace folyamatosan olyan kutatókkal találkozik, akik megint csak ilyen tipikus Andy Weir Mellék karakterek. Lazák, humorosak, Néha börtöntöltelékek. Börtöntöltelékek, színes egyéniségek. Ez az egész nagyon Hollywood. Szerintem mondhatjuk azt, hogy ez Hollywoodivá teszi. Abszolút. A, tehát ezt a részét, főleg a földi jeleneteket, ezt filmre álmodták meg. Vagy filmre álmodta meg Andy Weir. Nagyon biztos vagyok benne, és biztos vagyok benne, hogy ezt hamarosan láthatjuk is. És talán itt még azt nem húztuk alá, hogy itt van egy látszólagos ellentmondás, hogy ugye az űrhajón ébredünk, de ahogy főhősünk egyre több mindenre emlékszik, azokat flashbackek formájában, tehát visszemlékezések formájában kapjuk meg. És ez, ez egy nagyon tetszik. okos húzás szerkesztésileg hogy így a néző darabonként, apránként kapja meg a teljes sejtét, mind az asrofággal, mind a küldetés céljával kapcsolatban, mind pedig úgy egyáltalán a technikai lehetőségekről. És hát ugye a technikai lehetőségekről, ha már így ráterelődünk. Szerintem még a küldetés célját nem? Ugye maga a küldetés azt talán az, 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 az kéne húzni, mert hogy oké, okay, hogy a Föld napja, ha nem is haldoklik, de legalábbis lecsökkent a fényteljesítménye, és ezért a földi civilizációnak meg vannak számolva a napi. De, de nem miért, reménytelen a helyzet. Igen, de miért küldünk el ezért egy embert egy másik naprendszerre? Ugyanis csillagászok találnak egy ö, olyan esetet, ahol bizony jelen van a, az astrofág, viszont nem okoz fényességcsökkenés. Pontosabban találnak, azt találják, hogy majdnem minden csillag a környéken már megfertőződött az asztrofága, és akkor van egy, ami nem. Ez pedig a Tau Ceti. Nagyjából 12 fényévre, és ha nem lenne a lehetőség, nem, nem jönne a lehetőség magával a problémával, akkor nyilván ez kétségbe esetten távoli és lehetetlen dolognak tűnne, viszont adott egy asztrofágunk, ami viszont közel fénysebességgel utazik. Nem, Tehát itt nem is az a lényeg, hogy fénysebességgel utazik, hanem hogy rendkívül Rengeteg effektíven tárol, uh, tárolja amit... az energiát és alakítját, és innentől kezdve egy folyamatos gyorsítást tud biztosítani az űrhajónak. És itt utalnék vissza egy, egy koreában kivesézett science fictionre, vagy legalábbis általunk beszélt science fictionre, az Xpence-re, ahol ez a hajtóműtípus, ott ugye nem astrofák hajtotta meg, fúziós erőműről volt szó, de pusztán az a tény, hogy az űrhajónkat folyamatosan tudjuk gyorsítani, átírta az emberiség történelmeit, lehetőségeit, és lehetőséget biztosított arra, hogy elkezdjük meghódítani a naprendszert. Na most mi gyakorlatilag a hélméri küldetésben ugyanezt a folyamatos gyorsító hajtóművet kaptuk meg szteroidokon. És ennek megfelelően egyébként maga az űrhajó felépítése is, ami a könyv első oldalain le is van rajzolva, az az x pence ben tapasztalt, ugye ilyen keresztmetszeti uh, szinteket mutat, tehát hogy ugye a, a saját uh, gyorsulásunk adja számunkra a, a, a nehézkedést hát, igen. is. Igen. A, a gravitáció érzetét. És most egyébként én kivételesen hálás voltam azért a könyvszerkesztőnek, hogy két oldalt az elején rászántak a hajónak, a vázlatos rajzára, mert ezt nehéz lett volna szervesen elmesélni. Főleg úgy, hogy főhősünk ugye még magában gondolkozik, és fedezi fel az űrhajóját, de ezt így részletesen elmondani, hogy az olvasó is megértse, hogy miről van szó, na az, az tényleg nehézkes. Na persze, ennek az űrhajónak van egy meghajtása is, ehhez viszont megfelelő mennyiségű üzemanyagra van szükség. Ugye az asztrofág az ugyan üzemanyag, de azért nem tette annyira egyszerűvé a, a történet számunkra, hogy hogy eljussunk erre a bizonyos Ceti-re, ezt az asztrofágot szaporítani kell. Na, és erre jön az egyik ilyen ö, klasszikus földi, vagyis. Egyik húzás, megalomán, igen. Megalomán húzás, amikor is, hát lepjük be a Szaharát egy rakás, ö, ilyen fekete dobozzal, amiben az asztrofágokat szaporítunk, szaporítunk és itt ne kicsibe gondolkozunk, itt a Szaharának a negyedét, durván a negyedét lefedjük. A Szóri szerint ugyanis ez a kutatói csoportosulás, ami magát Ryan Grace főhőst is rekrutálja, ez gyakorlatilag szabad kezet kap a világ kormányaitól. Végtelen ő forrásokat, és megint megjelenik ez a, ez a globális összefogás. Vannak azért ismétlődő regények, a, elemek a vir regényekben, és Én... pusztán azért, hogy egyrészt időt nyerjenek az emberiségnek, másrészt pedig, hogy lehetővé tegyék a hélmérű küldetést, ja, megalomán projektekbe kezdenek bele. Én mondjuk azt mondanám erre a... Hogy itt indokolt. Egyrészt itt indokolt, más másrészt szerintem egy kicsit árnyaltabb, ugyanis nem, nem ilyen összeölelkező és egész világ összefog típusú együttműködés van, hanem itt ilyen, inkább egy kicsit ilyen felső tízernek a, a, az árnyék hatalomként működését. Jó, de az, okay. ami, az amit kapunk, és szerintem ez egy kicsit elképzelhető. Amerikai és orosz kutatók mennek egy kínai repülőgép hordozóra megbeszélésekre. És a, itt ki is van emelve ennek az egész dolognak a, a pikantériája, de hogy viszonylag az, a, az, az időskála, amilyen gyorsan összefognak a világ népei, kicsikét megmosolyogtató. De szép, szép gondolat, és itt ugye rá vannak szorulva, mert ahogy mondtam, 15-20 éven belül eljöhet a civilizáció vége. Az emberiség túlél, a Föld túlél, de hogy itt a gazdaság összeomlik, a, a klimatikus viszonyok felborulnak, az garantált. És ezzel dől az egész társadalmi berendezésünk. Egyébként nekem nagyon tetszik, hogy ennek az egésznek egy darab ilyen teljhatalmú központi szereplője van, bizonyos Strat, vagy Strat? Szerintem Strat, strat holland. mert holland a, a hölgy, igenis egy ilyen uh, diktatúrikus uh, projektmenedzserként tűnik föl, aki korábban az Európai Ügynökségnél dolgozott, de ő nem is csillagász. Ugye ő történész végzettségű, és aztán abból uh, eredően ilyen mindenféle aki mindenhez irányokba. is ért, de leginkább a, a célt tartja mindenkinek a szem előtt. Az én, én ilyen klasszikus projektmenedzserként képzelem el, aki, aki érti is picit azt, amit csinál, de, de sokkal jobban tudja irányítani vagy, az embereket. Vagy még inkább sokkal tudja, jobban tudja, hogy kire csinálni. kell hagyatkozni. Mikor kire kell hagyatkozni. Így van. Igen, és ez nyilván hasonló helyzetben valószínűleg nem egy ember kezében futnának össze a szálak, de megint csak ez egy nagyon jó dramaturgiai húzás volt, és egy jó karakterábrázolás. A Neki még lesz szerepe majd a történet hátralevő részébe, de én szerintem nem vele folytatnám, hanem már inkább rámozdulnék rá magára a küldetésre. Mert hogy ugye, a kül, ez, ugye vázatosan már érintettük, hogy a küldetés lényege, ugye Ryland grace és illetve két asztronauta társát rápakolják erre az asztrofág meghajtású űrhajóra, irány a 12 fényévre lévő Tau Ceti, amit saját idejükben Négy év alatt? Nagyjából négy év alatt. A saját A Földön. A Földön a relativisztikus hatások miatt egy kicsivel több időt telik el, de addig is az emberiség megpróbál túlélni, hogy valahogyan megkapják a receptet, hogy a tau Ceti mitől különleges? Hogy ott van az asztrofág, még sárnyékolja le a napot. Na, és akkor itt csatolunk vissza a történet legelejére, hogy a, 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 az egész küldetés. Ryland Grace számára ott kezdődik, hogy fogalma sincs, hogy kicsoda fölébred egy űrhajón, csövek lógnak ki belőle, és szépen elkezdi fölfedezni a, a, kis környezetét, amiben valószínűleg hát, ő, ő úgy tervezték magát az űrhajót, hogy ez egy, ez egy nem retúrjegyes. Tehát egy, egy öngyilkos ez egy küldözés, öngyilkos küldetés. És ezt, ezt ő, ő, maga szép lassan fölfedezi, miközben magát a hajót is egyre jobban birtokba veszi, ahogy egyre inkább jönnek vissza az emlékei. Van egy relatíve egész jó, de azért nem túlfejlett kvázi ilyen félmesterséges intelligencia számítógép, ami, ami őt életben tartotta idáig is, meg eztán is adagol neki de élelmet. Meg, és de hasonló. megérkezve a taucetihez itt az ideje fölébredni és munkához látni. És úgy szépen lassacskán rájön, visszaemlékszik, hogy mi a küldetés, mit is kell találnia, és hát ennek megfelelően a taucetinél is a, a petrovaszkóppal, igen. Először Megtalálja is a forrását ezeknek az asztrofágoknak, és utána jönne az, hogy majd mintát kéne venni belőle, és kideríteni, hogy az ittani asztrofágok miben különlegesek. Uh, egyébként szerintem ez, tehát amit idáig beszéltünk, a nagyjából a könyv első harmada mondjuk, nagyjából, seniális. Tehát a mind a földi visszaemlékezések, ahogy kibontakozik a rejtély, és ahogy a, a főhős az olvasóval együtt fedezi föl a tau-ceti rendszerét, meg a hélméri űrhajót, ez eszméletlenül lekötött. Megint előjönnek azok az elemek, amikor egyszerű középiskai fizikával kell valamit kideríteni. Jó, és akkor itt jön az a pont, amikor én a Barnával egy kicsit vitatkozni fog, vitázni fogok. Gyere! A számomra az egy kicsit hiányzott, abszolút nem rontott a könyvélményen, ugyanolyan másfél nap alatt zabáltam végig kb. az első felét, a második fel az mindenféle egyéb okok miatt későbbre került, de a lényeg az, hogy abszolút olvastatja magát, viszont nekem baromira hiányzott a, a több mint 500 oldalas ugye a könyv. Uh -huh. Az első két-három két, oldalból baromira hiányoztak azok a, a hirtelen történő na most akkor most mi, minden összedől, és, és, és meg oh, kell oldani okay, a, értem, értem a problémádat. Nekem ah, nem hiány Olyan jó volt olvasni, amikor még nem megy semmi sem kraká. Ott van a fejünk fölött a fenyegetés, hogy kvázi rajtunk múlik az emberiség sorsa, de hogy így van még időnk kitalálni, van még időnk felfedezni, van még időnk visszaemlékezni. Ez egy olyan nehezen megfogható, nehezen megmagyarázható érzést adott, hogy mint amikor van időt kutatni, van időt felfedezni, és ez nagyon kellemes volt. Plusz jó volt megírva ez a rész. Baromira jó volt megírva. Abszolút. Ez, ez Nem hiányozott belőle a rejtély, a, a párbeszédek a visszamlékezések miatt, a fizika, illetve a matematikai számítások, és szemléletes is volt mert a hála rajzoknak, meg a, meg a jól megírt párbeszédeknek, el tudta az ember képzelni az egészet? Abszolút, én ezt a, nem, nem is cáfolom, és nem azt mondtam, hogy hogy nem olvastatja magát. Én csak valahogy nehezen, nehezen képzelem el, pillanat, hogy egy űrküldetésben minden, minden, minden tökéletesen megy négy éven keresztül. Hát, mint ahogy a mellékkel tábla mutatja egyébként, nem ment minden különleges, vagy nem ment minden tökéletesen, hiszen hárman a... indultak el. Ezt a részét, ezt most nem spoilereznénk, mert hogy ennek a megfejtése a könyv végén van. És az, hogy Na, vannak az a olyan, viszont nagyon tetszett. Vannak olyan sztori szálak, amelyek mondjuk a könyv első száz így elhangzanak, mondjuk egy félmondatos párbeszédben, majd a sztori végére, a könyv végére derül ki, hogy ja, hogy ezért történt ez. Mesteri szerkesztés. És ez, ez nekem is ez, tetszett, ez ezért, ezért, mondom, hogy itt szak, több ponton is szakít a lineáris történetvezetése. Nem csak a visszaemlékezések miatt, ami megint egy nagyon okos húzás, és egyáltalán nem vett ki a történetből. Nem éreztem például egyszer se azt, hogy nem érdekel, hogy mi folyik a Názánál és az Ezánál, vissza akarok menni a Tau Cetihez. Mind a kettő egyformán olvastotta magát. Na igen, abszolút. De, ez, ezt, nem is száful, mondom, én csak egy, egy, egy kicsit, kicsit, több konfliktus, adrenalint akartál? Igen, Jó, a kicsit szürreálisnak találtam, hogy, hogy, nem, nem valahogy, tehát hogy fölébredés, és a, az űrhajót kvázi tökéletesen működik az ő számára. Ja, valaki takarított, valaki takarított, valaki kávét, az eszközök mind tökéletesen működnek. Oké, okay, erre mondaná, egy könyvnek a rajongója, nem feltétlenül én, de mondjuk egy rajongó, hogy mindez többszörösen alá van húzva a földi jelenetekben. Amikor az előbb emlegetett stát például, ez, ez, ő keményen ragaszkodik, hogy csak és kizárólag bevált technikát fogunk alkalmazni. Nyilván az asztrofágos meghajtást leszámítva, de csak olyan, ami ezerszer volt használva, és hogy ezért inkább átszerkesztjük a teljes űrhajót, de akkor is csinálunk mesterséges nehézkedést, vagyis hát gravitáció érzetet, mert a labor felszerelések abban működnek nem csinálunk új laborfelszereléseket, olyat csinálunk, ami ezerszer ki van próbálva, és mm, ez ez a gondolat, ez nagyon szép. és Ezt, ezt aláírom. És, és, egy, ez és egy olyan is. gondolat, ami szerintem így a tudományos világban sincsen eléggé kihangsúlyozva, hogy a, a reprodukálhatóság, a tesztelhetőség mennyire fontos. Úgyhogy ja, ez, ez szerintem hogy Ha egy híreméri küldetést csinálsz, akkor igen. És ugye nagyon sokáig a, a, az űrt tevékenységben is ugye ez volt a koncepció, Igen. főleg az emberes, <laughs> be úgy mert ugye az pótolhatatlan mindig. A Soyuz működik, nem? Akkor még mindig Soyuzokat használunk. ez világos. Uh, szóval, Igen. Ja, ez, Igen. ez teljesen vállalható is, és nem, nem is ezzel van a... Tehát, hogy, hogy alapvetően én nehezen képzelem el azt, hogy valami négy éven keresztül tökéletesen működik egy ennyire komplex rendszerben, de, de lehetséges. Tehát, hogy nem, nem is azt mondom, hogy ez nem csak valahogy ez, ez a fajta... Uh, Plusz feszültség nekem egy kicsit hiányzott, de abszolút nem okay. a történetből hiányzott. Oké, okay. na most ez volt ideig a könyv, mondjuk első, harmada. A könyv középső része is nagyon sokáig adós marad a feszültséggel, de gyanítom, hogy ezt a részét már jobban kedvelted. Ugyanis bejön egy új szereplő, mindenkinek a kedvenc új éljenye, Rocky. Egy alien, egy tényleges, Igen, egy és valódi ez, idegen. Akinek és én... már van intelligenciája, van nyelve, van űrhajója, és egészen véletlenül ő is a Tau Cetire kíváncsi. Na most a történetben alapvetően ez az A radar jelként megjelenő valami csoda, ami egyébként ö, önmagában számomra nagyon sokáig az volt, hogy nem, hát itt, itt, itt még azt is el tudom képzelni, hogy hogy a földről küldtek utána ja, egy jó hajtót. nem tudtad, hogy lesz benne egy idegen? Nem, én úgy álltam neki a könyvnek, hogy nem akartam leszpoilerezni é, okay, Én nekem ezt uh, valahol egy kritikában ezt elszpoilerezték, hogy, hogy Rocky, aki fölbukkan, és segít. Sőt, lehetséges, hogy a könyv alá, Igen, a könyv hátoldán is van, hogy uh, váratlan, szövetséges kap Ryland Grace. Tehát lehet ezt számítani arra, hogy itt föl fog bukkanni valaki, Úgyhogy ez megint csak nem volt meglepetés, amit egy picit sajnálok, de annyira izgalmas volt, a... mert itt megint csak egy új hullámnyi felfedezés kapunk, hogy ugye itt vannak mások is, ezeknek milyen az űrhajója, ezek találkozni akarnak, ezekkel kommunikációba lépünk. Az első óvatos ismerkedés Nagy nagyon szép rajó. volt, ahogy, ahogy szép apránként és részleteiben menve bontakozik ki az, hogy na akkor őt most hogyan is ismerjük mm. meg. Uh, és mert, hogy... egy, szerintem ennyire kellemesen olvasható, áramvonalasított, de mégiscsak tudományosan elfogadható kapcsolatfelvételt én még nem láttam és nem olvastam. Én én ilyet Meg szeretnék kockázat. a valóságban, ha egyszer majd Jó megtörténik. Lenne. Jó lenne. És persze... Ez a néhány száz oldal, amíg megismerkedünk Roki, azt mondjuk el, Roki nem az a fajta lény, akivel kezet rázunk, szemébe nézünk, ránymással mosolyodunk. Nem. vannak nagyon jó rajzok az interneten már Rokiról, meg illusztrációk. Roki egy néhány tíz centi magas, öt lábon álló kőpók. Kő, kutya, kutya mérettel szokták azonosítani, durván, de... a de... feje, hanem egy ilyen középső tönk van, egy teknő. Egy teknő. Uh. Ez egy, egy sziklás teknő, amiből öt sziklás láb mered ki, mindegyik láb végén három-három ilyen karommal vagy kapaszkodó újjal. És tehát nem, egyáltalán nem atropomás, egyáltalán nem emberi. És egyáltalán ah, nem beszél angolul. Egyáltalán nem beszél angolul. és Na mondjuk ez megint egy olyan pont, ahol, ahol számomra egy kicsit megérthetően, de mégiscsak egy picit túl könnyen lendült Tehát ha, ha, ha a szürrealizmus érzékemet kikapcsolom, akkor akkor oké, okay, de egy kicsit szürreálisnak találtam, amilyen gyorsan és amilyen jól megtanultak egymással kommunikálni. Ezt, ezt abszolút aláírom. Tehát hogyha itt valaki mondjuk nyelvészeti szempontból uh, akarja elemezgetni ezt a könyvet, akkor nagyon gyorsan ki fog akadni. Rocky ugyanis... Uh, hangokkal kommunikál, akár csak tónusokkal, mi, de meg, igen, meg... Ez, ez, nagyon szemléletesen a könyvben is hangjegyekkel van, van szimbolizálva, hogy Rocky valamit prüntjögött. Nem értelmezhető igazából szavakként, de nagyon gyorsan uh, Ryland, illetve Rocky nekiállnak egy szótárat összerakni. A Ryland Rates rámutat mondjuk a, a, a kezére, hogy kéz, Rocky rámutat a saját mancsára, Prüngyök valamit, és akkor hallgatólagosan megállapodnak, hogy akkor ez a két szó az, amit kölcsönesen értek. És ténylegesen valószínűleg, gyanítom, ez az egyetlen járható út az elején, mert uh, annak idején az európai felfedezők is így kezdtek el kommunikálni az üs, az amerikai őslakosokkal, csak ott mondjuk néhány év vagy évtized kellett ahhoz, hogy uh, hogy valami primitív kommunikáció elinduljon. Ugye itt a, a kommunikáció alapja, Számok voltak, és ez is egy szerintem nagyon szép ö, húzás volt, hogy a nem ugyanazt a számrendszert használják, mint, mint nálunk, ugye a, a, a tíz újból eredő tízes számrendszer, hanem az ő öt végtagjuk, ami mind az öt végtag három-három ilyen karom jellegű uh -huh. ö, új végződésben végződik, ebből hármat kapaszkodásra használnak, és a maradék kettővel mutogatnak, ami ugye hat, számoló újat Ami garantál, amit ízünk el szemben, és ez például nagyon szépen végig volt vezetve a egyik fejezetben. ugyanakkor másut, például az, hogy Ryan Grace hogyan használt mondjuk Fourier transformációt és számítógépes algoritmusokat a, a szavaknak a megértésére és a szótár felépítésére a szánt nagyon el volt nagyolva. Ja, és, abszolút alá is írom, hogy ez, ez, a történetvezetésben nagyon kellett az ez, is, egy, mert ez, egy ez bűn. így is egy 500 oldalnál hosszabb mű lett, és, és, és amíg, hogyha, ha ennél több lett volna, szerintem már lehet, hogy igen. lett volna. Na most nincs igazából kifejtve, hogy Ryan Grace, illetve Rocky mennyi időt töltenek a tauceti rende. Tehát, hogy mennyikora időtartamot fog át a könyv. De hogyha arányosan néztük volna, hogy most mennyi időt töltöttek nyelvészkedéssel, valószínűleg ez a könyv 150-200 oldalt is kitehetett volna, nem akarunk 150-200 oldalt olvasni arról, hogy egyesével fölfedezik a szavakat. Nem, mert... Úgyhogy hogy én ezt abszolút elengedtem magam részéről, és ez yeah. szerintem megint csak egy alapvetően bölcs szerkesztői húzás volt. Abszolút szerintem, részéről. és ez csak egy kis apró hátsó hang volt a fejembe menet közben, de, de, de amint elkezdett a, a történet a utána. után a... Az együttműködésre fókuszál. A kulturális különbség különbségekre és hasonlóságokra. Az, ott ez teljesen el az, tudtam na, engedni. Ez a másik csúcspont. Ugye, maga Rocky egy ugye elég furcsa életforma, de a, a saját élet körülményeiről, amiben ő meg tud maradni, arról még nem is beszéltünk, ugyanis ő egy... A 40 Eridani rendszerből. A 40 Eridani rendszerből jön, ami egy olyan bolygón él, melyen az atmoszféra, a légköri nyomás, az körülbelül olyan 29-szerese a miénknek, amiben, ha jól emlékszem, ammónia a fő a, -e a légkörnek. E igen, a, mert hogy az derül ki, hogy a Rocky hajóján, a, az Alradar jelen, ahogy jelen. Grace, uh, Ryan Grace jellemzi, uh, ott ammónia van. Ami és ráadásul... Ebből feltételezhető, hogy az Eridan és ammónia veszik körül főleg. Igen. Bocsánat, ami rá... az Eridani körülkeringő bolygót is ammónia veszik. Így főleg. van. Ami ráadásul parami forró. Ja. Yeah. forró, és... és ugye ez, ez nagyban megnehezít, ti elvben elsőre a, a Tehát, az érintkezés lehet... találkozást. Oké, és konkrétan ez... nem lehetnek egy légkörben. És... Ha bár egy idő után Rocky átköltözik ugyan a hélmérire, és vagy erről is szerintem mindjárt kitérünk, hogy miért a hélméri lesz a, a kettők otthona, akkor is egy ilyen saját alagút rendszert épít ki, ahol ő magának a saját légköri nyomását és légkörét. Ez is hirtelen elsőre egy ilyen kicsit meredek dolognak tűnt, de, de aztán talán de nagyon könnyen túllendül rajta az ember, mert végül is ott vannak a világűrben, senki nem mondja meg nekik, hogy mit csináljanak, ketten a világ miért ne? mindenséggel. Szem, miért ne? Tehát, hogy ez, ez, ez is abszolút megérthető. A, a lehetőségeket azt a roki civilizációja által kifejlesztett anyag teszi relatíve könnyűvé. Ez a Xenonit, erre is egy elég hosszas leírás van hogy elég precíz, részletes leírás hát hogy ez az, az, a, a, is működik. Azért a precíz leírás az arra a, a fizikai tulajdonsága, és ahogy erre Ryland Grace rádöbben, a xenonit anyag mennyi mindenre használható, és milyen jó formázható. Nyilván, mivel ez az anyag még nem ismerjük, tehát a valós civilizációban itt nincs leírva ennek a fizikája. Itt két folyadékot összekever, roki és kap egy gyorsan megkeményedő, nagyon ellenálló anyagot, amiből gyakorlatilag az ő egész űrhajója föl van építve. Így van, és amiből egyébként magát a, a, a zsilip csatornát is bármit fölép, megépít, bármit konkrétan. És, ez és ilyen, majdnem, mint hogyha a, 3D nyomtatná a, a ez dolgokat. Az, ez, ez, egy nagyon szemvetes osor, tehát Rocky, ő amúgy is Rocky magát mérnökként karakterizálja. Tehát ő alapvetően javít dolgokat, vagy formáz dolgokat, mert ebből a xanonidból bármit megépít. Tehát azt képzeljétek el, hogy akár egy kis szemléletes szobrocskát, amivel a bolygórendszert rendszert szimbolizálja a kapcsolatfelvétel idején, akár nagyon komplex zilip csatornákat, vagy a lagútrendszereket, bármit Roki felépít. Viszont Roki nem tudós abban az értelemben, hogy ő nem ért a, az asztrofákhoz, nem ért a laborrendszerekhez, és gyorsan kiderül, hogy ez pedig az emberi főhősünknek, Ryan grace a szakterülete. És szerintem az is nagyon sokat segít, hogy a, az emberi főhősünk, Grace, ő, ő, ő ilyen tanár személyiséggel áll hozzá a dologhoz, és és, és egy kicsit az is benne van, hogy ő, ő Rokit így mindenre is megtanítja, amire csak tudja, meg közben benne van ugye a kutató szemlélet is, hogy ellesné Rokitól az összes olyan fogást, ami, ami segíthet nekünk bármit előrelépni a civilizációban, meg úgy egyáltalán megúszni a az adott problémát, úgyhogy szerintem ez egy, ez egy nagyon szép ilyen, ilyen együttműködésként indul, ami... Egyet, átmegy egy ilyen promenzbe. Igen, <laughs> pont ezt a szót akartam hát, használni. De, de egyszerűen jó, jó olvasni a párbeszédeiket. Ahogy kiderül például, hogy a, ezek az eridaniak, ahogy Ryan Grace hívja a Rocky folyát, ők értik és képesek használni a szarkazmust. Ez már megmosolyogtató volt. Vagy ahogy kiderül, hogy alapvetően a különbségeik, nyilván a, a biológiai különbségeken túl, azok kulturális és tudományos különbségekre korlátozódnak. Viszont az ösztönös viselkedések nagyon-nagyon hasonlóak. Ú, és amikor ú, nekem ezt a... boncolgatják, nekem nagyon érdekes a old. az az alvás rituálé. Hogy... Igen, de az kulturális. Ez megint csak kulturális eredetű. Én arra gondolok, hogy amikor például azt mondszolgatják, hogy hogyan lehetséges az, hogy mindketten, és így mindkettőjük fajának képviselői alkalmasak vagy hajlandóak az önfeláldozásra. Vagy hogyan lehetséges az, hogy mindketten hasonló intervallumban hallanak. Vagy hogy egyáltalán miért lehetnek viszonylag közeli technológiai szinten. Tehát, de ezeket a... végül is mind, mind uh, tudományos, evolúciós alapon Ez az, Na meg. ide akaroktam kiukadni, hogy az evolúció, írja vér, vagy érvele mellett, nagyon hasonlóan működhet mindenhol. Hiába mások a fizikai körülmények, ha nem radikálisan mások, tehát ugyanúgy egy-egy kőzetbolygón fejlődnek ki a fajok, akkor végsősorban nagyjából hasonló utat járnak be. Lehet, hogy tök különbözően néznek ki, de ugyanazok a motivációk hajtják, őket ugyan olyan problémákkal fognak szembesülni, és ugyanoda fognak eljutni záros határidőn belül. Igen, én csak arra akartam utalni, hogy ugye a kulturális, meg a, a, társadalmi különbségek is végeredményben valamilyen evolúciós uh, kör, körülményből vezethetők le. Igen, igen, csak hogy ami uh, keresem erre a jó szót még, de hogy ami, ami hajtja a, a, fajaiknak a képviselőt, vagy ők magukat, a két fő karaktert, Rokit, illetve grace azok nagyon hasonlóak. Vagy például olyan, hogy mint a két fajnál kifejlődhet a humor, vagy a társas kapcsolat. Ez nem feltétlenül kellene, hogy így legyen, nem feltétlenül kell általánosnak lennie, de az, hogy több fajnál is előfordulhat, és az emberiségnél ez nem, nem valami egyedi spéci tulajdonság, erre vér nagyon jó magyarázatokat ad. És ahogy ezt megdiskurálják, az, az kedvenc párbeszédeim egyik. És tudod, mire ad még nagyon jó magyarázatokat, a, ami egyébként nekem nagyon tetszett, az, hogy a, a, a tudományos tények ismertsége a különböző fajokban az. Az, 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 miért is van, hogy, hogy bizonyos dolgokat például, hogy létezik ilyen, hogy Xenonit. Ez, ja, ez igen, a, hogy az, az emberiség anyag, nem tudja, igen, nem, nem a, ismeri ezt a formát. Az eridaniaknak az anyag megmunkálás és anyagtechnológiája messze a földi előtt jár. Viszont. Mert, hogy, mert hogy a magasabb légköri nyomás a, a saját bolygóikon, az egyszerűen musz, vagy muszáj volt nekik olyan struktúrákat kifejleszteniük, ami elviselt azt a légköri nyomást ami egyébként a világűrben, meg úgy például a Földön nem, nem jellemző. Viszont... Nem voltunk rákényszerítve. Viszont az eridániak nem voltak rákényszerítve, ugye a, a bolygójuktól való nagyobb eltávolodásra e, űrhajóval, e, illetve, ami a, 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 regénynek még egy nagyon izgalmas pontja, hogy e, Roki, ugye halva lát ilyen ekolokáció, ilyen, ilyen vízhangok uh -huh. alapján e, lát. Tehát, hogy nála a hajó... Ko korom sötét van, mert hogy, ahogy a könyv írja, a bolygóján is olyan vastag légkör van, amiben a felszínen konkrétan korom sötét van, tehát de nincsen ez... szükségük, nem is alakult ki náluk az evolúció során semmiféle szem, hanem ők hangok alapján és uh, ez... tájékozott, Nem csak így Tudod, kommunikálnak, hogy... de hangok alapján is. Uh... Tudod, hogy ez a mi szemszöngükből még milyen érdekes uh, következményt hordoz? Hogy az eridániák nem érdeklődtek a csillagászati iránt, Kiutottak ugyan a világőrbe. Ez azt hiszem űrliftet használtak, pont a, a fejlett anyagtechnológiájukból kifolyók, Tehát fölmentek a légkör fölé, de mivel nem érzék, az univerzumba. Nem érzékelték önmaguktól a fényt, csak különböző tudományos detektorok révén nehézkesen, ezért nem igazából fejlőtt vagy használták a tudományt abba az irányba, hogy megértsék mondjuk a, a csillagok működését, vagy megértsék mondjuk az univerzumnak a fejlődését. És a, a másik ilyen állejtős dolog, amikor kiderül, hogy az Eridánél nem értik a relativitás elméletet. Ó, uh, azt nagyon tetszett. Amikor, hogy is volt, amikor Rocky csak így mellesleg odaveti, hogy ugye míg Ryan Grace űrhajóját úgy centiszték ki, hogy legyen elég üzemanyag, hogy eljusson a tauce de visszafelé már nem tud jönni, Addig Rocky csak úgy odaveti, hogy a, az ő űrhajójában amúgy van még bőven üzemanyag a visszút, hogy ő szívesen ad. De hát az hogy lehet? Ja, hát hogy igazából neki is meglepetés volt, de mikor ide jutott, akkor még egy csomó felesleg maradt. De hogy? Hát nem, ő, nem, ő csak egy mérnök, de hogy meglepetés nem addig tartott az út, mint ameddig ő számított rá. És akkor leesik a főhősöknek, hogy a relativisztikus korrekciókkal nem számoltak az eridayak ami ugye akkor lép fel, amikor megközelítik a fénysebességet. És ebből, ebből totális félreértések adottak. Egy komplet, egy viszonylag fejlett nép számára. Aki egy... képes az űrutazásra, a relativitás elmélet az, az egy... Mi már száz éve ismerik a relativitás elméletet, ők pedig, akik sok szempontból fejlettebbek, mint mi, a tudománynak ezen a területén messze el vannak maradva. Nekem nagyon tetszett ez a fajta, hogy hogy, hogy nem, nem, nem arról van szó, hogy valaki fejlettebb, és akkor mindenben jobb egy picivel, hanem hogy igen, egy csomó dolog, egy csomó aspektus van, és vannak olyanok, amikben az egyik jobb, vannak amelyik másik, és hogy ezek milyen szépen ki uh -huh. tudják egymást egészíteni. Ez nekem baromira tetszett, és igazából az is tetszett, csak az olyan szomorú uh, aspektus volt, hogy uh, nem csak a relativitás elméletet, de a, az űrbérius sugárzást. sugárzást sem ismerték Roki fajánál, és hát ezért maradt Roki egyedül. 20 pár fős legénységgel indult el az Orador jel, az eridani rendszer, 40 eridani rendszeréből, és csak Roki élte túl. És az, ahogy Ryan Grace rádöbben, hogy miért csak ő élte túl, és hogy ahogy ezt elmagyarázza a Rokinak, az egy, igen, az egy szívszorító pillanat, és megint csak nagyon-nagyon-nagyon elmés az író részéről hogy Rocky faja úgy hiszi, hogy az űr tök üres. Tehát a csillagok, csillagközi térben nincsen semmi, és akkor Grace fölvilágosítja, hogy de, tele van nagy sebességgel száguldó protonokkal és elektronokkal, amelyek úgy hatnak az emberi testre, mint mondjuk a radioaktív sugárzás, tehát roncsolják a szövetet. Rocky pedig a mázlia miatt élte túl, mert hogy az asztrofág környezet, ahol ő ugye egy mérnök is, a hajtómű közelében tőengedte a mindennapjait, az kázi szigetelte. Szóval csak mázlia volt, hogy ő egyedül túlélte. Ez, ez megint csak egy olyan gondolat, ahol több különböző aspektusra történnek az asztrofák tulajdonsága, a fajok különböző fejlődése, vagy az az írói igény, az a szerkesztési igény, hogy egy-egy képviselő maradjon életben mindkét űrhajon, hogy ugye ők ketten tudjanak effektíven kommunikálni, és érdekessé, és, és dinamikussá tegyék a regényt, ezek mind összeérnek, és szervesen egészítik ki -e egymást. És több ilyen elem is van a könyvben, ahol nem tűnik erőltetetnek az, hogy jó, miért jött el egy ilyen hollywoodi pillanat, miért csak ketten vannak, miért jutnak el a megoldásig, hanem adja magát. És nem igazán lehet belekötni. Most, eh, András hatalom, én itt böngészkedtem itt a felvétel előtt, hogy... Milyen tudományos aspektusaiba lehet belekötni a hélméri küldetésnek? Kettőt találtunk? Apróságok. Kettő apróságot találtunk? Igen. Az egyik azt hiszem az, hogy a, az, az eridájának bolygóján nem lehet teljesen sötét. És hogyha nincsen teljesen sötét, akkor hiába vastag légkör, akkor van fényérzéke is csak kifejlődik, mint mondjuk a, a tengerekben mondjuk 100-200 méteren lévő halfajok is érzékelik a fény, És erre azt mondom, hogy oké, okay, igen, de én ezt bocsánatos bűnnek tartom. Igen, meg, meg alapvetően ugye, nincs részletességében leírva szerintem az, hogy a légkör pontosan mit is tartalmaz. Ebből kifolyólag nem érzem feltétlenül szükségesnek, hogy... Tehát, hogy nem biztos, hogy jól megsatszolható az, hogy annak mekkora fényelnyelési képessége is. Ja, hogy... igen, belefér. Én is azt Ez mondom. Ez belefér. A másik, amit kiszámoltak, az pedig a, az üzemanyag mennyiség, amire, amire grace szüksége igen. lett volna. Mert hogy... Ami, ami, ha jól emlékszem, egy kicsikét, sőt nem is annyira kicsikét al alul volt becsülve. Igen, mert hogy a Andy Vír a relativitás elmertel számolt, és az teljesen korrekt, tehát az utazási idők ennyi, ennyi lennének négy év az űrhajó számára, 13 év a földről nézve, viszont nem vette figyelembe a rakétaelvnél szükséges üzemanyag mennyiséget. És ott, hogyha azzal számoljuk az utazási időt, meg hogy mennyi asztrofágra lenne szüksége a, a hélméri űrhajónak, kijön, hogy a hasznos tehernél úgy 400, 400 szor több asztrofágot kellett volna betenni a puttonyba, az üzemanyagtartályba, ami Hát nem feltétlenül realisztikus. Mm. A, ugyanez az arány valami két nagyságrenddel nagyobb a Rocky űrhajórájára. Tehát oké, a akár akármit elbírhat, de azért, amikor valami 20-30 ezer szer több az üzemanyag, mint amikor magának a hajónak a hasznos szere, akkor így az ember így neki a szemöldök, hogy azt hogy? Mm. De jó, én ezt, ezt tényleg tartom. Ez a, 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 marsi homokvihar kérdéséhez képest, vagy egy szundító holdi városhoz képest, én ezt teljesen elfogadom. Így van. Ja, szóval tudományos Aztán... szempontból fújó. Én, én nagyon imádom. A, akarunk a megoldásról beszélni valami minimálisan, vagy ezt én ráadnánk? Azt, a... Én azra ráaggatnám a spoiler jelzőt, én abra már nem szeretnék kitérni. Szerintem így általánosságban azért beszélhetünk róla, hogy az András által hiányolt problémák, tehát amikor beüt a krok, Na, az azok a, a piatok eljönnek, felében. igen, többször is. Hol szemléletesen van olyan, ami, ami tetszett, van olyan, ami szerintem kicsit ott hiába volt egy konfliktus helyzet és egy megoldás, amikor a, a dinamikus dújúknak az egyik fele az komoly sérüléseket szenved, ott valami tíz oldalon keresztül Uh, ment az ötletelés, meg az előkészítés, meg a kísérletezés, és ott éreztem kicsit úgy, hogy na most visszamentünk a, a marsiba, ahol végtelen számítgatások ölték meg a, a sztorinak a dinamizmusát. Nem tudom, én... Nem érezted? Nem, én, de tudod, én hogy miről beszélek. Igen, tudom, részben. hogy miről beszélsz. Én kifejezetten akkor nem tudtam letenni a könyvet. És az a, az a mellé számolás, amit megint csak nem akarok nagyon leszpoilerezni, de az a bizonyos mellé számolás, nekem kifejezetten kellemes üteszínfó, hogyha volt a történet. Igen, tehát, hogy a, a hőseink nem hibátlanak, és ők is tévedhetnek. És pont az ezt jó vártam volt. már az nagyon jó az volt. első néhány száz Én. oldal után, hogy, hogy mellé nyúlnak, és hogy, és hogy tényleg legyen benne hibázás, és aztán végül is lehet Igen. is benne hibázás. Talán annyi, hogy hogy itt az utolsó harmadban nincs egy egyértelmű csúcspont. Tehát nincs egy dramaturgiai csúcspont, hogy amikor a legnagyobb a kockázat, és amikor végül az ember megkapja azt a megkönnyebbet, és oké, okay, megcsinálták. Én ezt lehet, hogy részben azért érzem, mert ugye a, a, a több szálunknak több különböző katarzisa van, és, és talán nem is ugyanolyan pólusúak. Igen. Igen ez, ez is benne mert, lehet. Mert a visszaemlékezések, azok tényleg átszavik a teljes történetet, és van olyan visszaemlékezés, flashback, ami az utolsó fejezetekben adja meg az információ morzsát, hogy miért alakult minden úgy, ahogy. És ez szép. Ez, ez tényleg elviszi a hátán az utolsó oldalig a történetet, viszont ja, a, a, kata, a nagy katarz és az hiányzik. Van helyette több kisebb. Nem tudom, nekem azért az utolsó fejezet megadta azt a nagy katarzist, ami, ami, amire vártam. Tőle. A befejezés. A befejezés. Oké, okay, a befejezés nálam is. Tehát itt, uh, itt ne valami általános hollywoodi happy end de számítsatok. Én egy, érdekes, de is mondj többet, mert, mert egy félő, hogy érdekes befejezés. Lesz. Egy olyan, ami pici két nem Teljesen láttunk már ilyet, olvastunk is már ilyet, de... De hogy alapvetően de nem, nem kifejezetten számít rá az ember. Igen. Egészen az utolsó pillanatokig. Mm, abszolút. Abszolút adom, és, és ez így a végén nekem az utolsó oldalak adták meg a, azt a végső és, hogy igen, a hale méri küldetés az nem csak, hogy a legjobb Andy Weir kötet mindeddig, hanem, hanem szerintem fölébe emeli az utóbbi évek kínálatának. És persze nem volt alkalmam olvasni és megnézni mindent, ami a, az utóbbi években született Science Fiction fronton, de ez valami, valami, ami messze az átlag fölé helyezi a hélméri küldetést. Én, én azt mondanám, ha még valaki nem tudná, hogy mi legyen a karácsonyi ajándék. Azt tegye be alá. Azt tegye, tegye be a, a fa alá, Listára, Igen. ja, és talán azt már pedzegettük még a beszélgetés elején, hogy ez az egész, ez filmért kiállt. Tehát, hogyha a Marsit meg tudták filmesíteni, akkor a Hélmirit kötelező. Majd, hogy nem. Szerintem is. A Wikipedia szerint Ryan Gosling vállalkozna nagyon szívesen a főszerepel szerep Jó, de a Wikipedia mindig hivatkozik valamire. Ez ilyen valakinek a fórum hozzászólása volt? lehetséges. Vagy... Ennyire nem olvastam, nem néztem meg a hivatkozás hivatkozását. Jó, én, én csak annyit tudtam, hogy, hogy gyakorlatilag már előre megvették a megfilmesítési jogokat. És csak csak a vigyázzunk vele, mert az Artemis jó, is előre oké, az az Artemis nem volt akkor a siker. A Hail Mary a siker. Plusz a Hail -nek az egész dramaturgiája, a visszemlékezések, a karakterek mind-mind olyanok, amelyek, amelyeket az ember látja maga a filmvászon. Tehát, van grandiózus jelenetek, szempontjából ezt könnyű megfilmesíteni. Nyilván technikai megvalósítás az nem lesz olcsó, de azért Cserébe 2000... már kaptak rajongói rajzokat Rokiról. 2021-et tehát... írunk egy öt lábon járó, 30 centi magas kőpóknak a, a CGI-ja, az azért már csak belefér 2021 végére. Nem? Én, 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 adnám. És az pedig, igen, ez pedig, hogy van benne egy cuki állat. Tehát a, a, cuki állat, cuki robot, az így tudod, instant factor. Instant az merchandising. A lehet merchandising. Plüssöket gyártani orba, szájba. Aztán biztos olvastál te is ilyeneket, hogy a, mondjuk a Star Wars franchise-nál nem feltétlenül a filmek hozták be a legnagyobb összegeket idáig. Hanem a merch. De hát, hogy az, hogy vannak a plüssök. Igen, hát ezért kellett mindig egy, egy cuki robot, amit aztán lehetett mémesíteni, és lehetett plüssöket csinálni belőle, meg legó figurákat. Hát Rocky, egy Rocky plüss az jövő karácsonyra szerintem már ott lesz a falat. Reméljük. Én nagyon bízok benne. Igen. <laughs> szóval a, Eljutottunk nagyjából a v-konklúzióig. Hélméri hatványozottan ajánlott mindenkinek, a hardcore science fiction rajongóknak is. Ők egy-két helyen szerintem nyugodtan lehetnek megengedőek, mert másodta a könyv bőven kárpótolja őket fizikai számítások terén. Aki pedig valami lazább skifit olvasna és ideig mondjuk Andy weir a könyvé azok túl szárazak és fizika óra hangulatúak voltak. Hát ez nem lesz az. ez nem lesz az. Sokkal viccesebb, sokkal folyékonyabb, emberibb. Úgyhogy hogy nagyon sok van benne egy lábok külpok. Kicsit kevesebben benne az interakció talán, mint a, a az Artemisben, viszont szerintem kicsit talán még több is, mint a, a Marsiban, és és látszik, hogy hogy jó irányba fejlődnek ezek a, a, a karakter találkozások. Azon gondolkodtam egyébként, hogy látszik, hogy Andy Weir nem tud bizonyos kliségből kilépni. Tehát megteremtette a saját kliséit, és majd biztos formálódik az igény, hogy, hogy majd akár kényszeredettem, vagy célirányosan is, de megtörje ezeket. A, ezeket a tehát hogy nem mindig egy egyedül maradó főhős legyen az űrben, hogy nem mindig uh, vicceskedő tudósok legyenek a mellékszereplők. Biztos vagyok benne, hogy, hogy ő is érzi, hogy ezt nem lehet örökké csinálni, mert akkor, akkor iszonyatosan beleskatulja. Uh, és Andy Weir, én azért örülök, hogy a Helmériben megtalálta a, az egyensúlyt, és tökélyre, közel tökére fejlesztette a saját maga receptjét hogy most nyugodtan mondhatja azt, hogy akkor most csináljunk valami teljesen mást. Bízunk benne, hogy ezt mondja majd, és valami teljesen újat is kapunk legközelebb. Te hallottál valamit arról, hogy. Nem, gondolkozik. Nem, még Ugye most az, az idei év, ez nyilván arról szólt, hogy bejut turnézte a médiát. Nem is olyan rég magyar uh, rendezvényen is uh, oh, bejelentkezett. Jó bizony. Neil deGrasse azt hiszem az hát MVM-nek volt valami Future Talk van, néven van. futó. Sajnos még azt nem tudtam behallgatni, de. Én egyébként is jobban kedvelm az Andy Vírnek a amikor csak ő beszél a, az írói munkásságáról, hogy hogyan áll hozzá. Egy eléggé zárkózott figurának tűnik. Legalábbis számomra. Nem az, aki aki nem mer megszólalni, de inkább az, aki... Aki, aki jobban élvezi a saját társaságát. Igen, másokért. igen, igen. Vagy én azt mondanám, hogy ha, ha nem kérdez rá valaki konkrétan valamire, akkor ő nem fogja elmondani, mert lehet, hogy nem tartja érdekesnek. És a és sokkal több és érdekesebb dolgokat lehet megtudni a, a célirányosan vele folytatott beszélgetésekből. Nekem legalábbis mindig ez volt a benyomásom. De jó fejnek tűnik. Ja, leülnék, leülnék, vele is sorra. És jó könyveket ír. Igen. Tartsa meg ezt a jó tulajdonságot ahogy tartsátok meg a jó tulajdonságotokat, és tartsatok velünk majd legközelebb is. A jövő évben? A jövő Hogyha lesz még idén egy webcastünk? Egy webcast lesz, egy Andromeda webcast, a egy évzáró top 10-es lista az idei év legfontosabb, jelentősebb csillagászat és űrkutatás sztoriairól. Igen, hmm. azt, azt még mindenképpen valahogy beleszuszakoljuk ebbe az évbe. De magellán podcast szerintem legalábbis ez az utolsó, hogy az idejükben. Az idei, az ha, meg, ha meg mégis lesz, akkor majd mindenki jól meglepődik. meglepődik. <laughs> Keressétek majd ezt a, ugye föltöltjük majd a fő podcast platformokra és Youtube-ra is a podcasteket, és főleg utóbbira, hogyha van véleményetek, vagy vagy hozzászólni valótok, akkor írjatok a videó alá. Meséljétek el, hogy nektek hogy tetszett, ti mit hiányoltatok belőle. És ott lehet is velünk. Mert én legalábbis szoktam válaszolni. Én szívesen csebegeg. Én mondjuk rá, ritkában Te szértesítést, szértesítést. Igen, én kapok de ezeket. Így van. Úgyhogy, ja, a következő évben is pedig vissza fogunk térni valamilyen formában, azt még pontosan nem tudjuk, hogy milyen tematika mentén, de, de számíthatok tőlünk még tartani. Valami a. lesz. Több science fiction, vagy több tudomány. A most választanod kellene. Több science fiction. Több science fiction, igen. Ha most azonnal kéne ebben a pillanatban hirtelen a, a több science fiction felett szavazni. Jó, jó, hát akkor majd leporoljuk a könyvespolcot. De én nem hagynám ki belőle a Na jó, nem tudom. Meglátjuk. <laughs> Oké, okay. hát akkor szerintem legyen az a végszó. Jövőre találkozunk a podcastben, kövessétek a Csillagász YouTube csatornát, és akkor még majd ott is tudunk majd cselekedni. Így van, podcast, webcast, fágok. Kellemes ünnepeket. Sziasztok! Sziasztok!